Kárpátaljának vannak olyan vidékei, ahol 100 évvel ezelőtt még jelentős magyar közösség élt, de a 100 év asszimilálta az ott lévő közösséget, vagy kiköltöztek onnét, vagy pedig az ott élők már nyelvet váltottak, és ez jellemző Perecsenyre is, Nagybereznájra is, ahol 100 évvel ezelőtt még a templomokba, sőt nem 100 évvel, 30 évvel ezelőtt az én gyermekkoromban, fiatalkoromban is a templomokban még magyar mise volt, de azóta vagy szlovák, vagy ukrán misére cserélték a mise nyelvét, és itt teljesen kikopott, csak gyökereikben emlékeznek arra, hogy ők magyarok, illetve a nevük utal rá. Lásd Domonyán, ahol ma óvodát avattunk, ez is egy olyan település, ami falu volt. Ungvárhoz csatolták a 70-es évekbe, most már Ungvárnak az egyik negyede városrésze, és az ott élő emberek intézményes oktatás nélkül elveszítették, és a nyelvüket. Viszont a nevük, mint a helyi szülői tanács elnökét Robertnek hívják, aki nem beszél magyarul, még emlékeznek rá, és szeretnék, hogyha a gyermekeik, a szülők, nagyszülők, unokái visszatanulnák ezt a nyelvet, illetve van egy olyan kategória az ukránok közül, akik perspektívát látnak a magyar nyelv elsajátításában, mert gyermekük egyik túlélési esélye az anyanyelvű oktatás, a magyar nyelvű oktatáson keresztül esetleg a magyarországi munkavállalás lenne. Innét kerestek meg minket, és mi ezen a vidéken próbáltunk segíteni. Perecsenyben úgy, hogy a polgármester keresésére egy óvoda belső felújításával foglalkoztunk, ahol ők nyitottak egy állami intézményen belül magyar csoportot. Domonyán ugyanez volt a helyzet, ahol már volt egy magyar csoport, csak kérték a módszertani segítséget, hogy adjunk nekik támogatást ebben, utána anyagi segítséget nyújtottunk az óvodafejlesztési programon belül. Nagybereznán viszont egy új házat vettünk, és ebben a házban a főiskola egy magánovodát fog üzemeltetni. Felújítottuk, és mai napra 18 jelentkező van. Nagyon remélem, hogy az épület átadás után hamarosan élettel fog megtelni. Néhány simítás maradt még, és technikai kérdés ahhoz, hogy megindítsuk az óvodát. Hárs településen vagyunk, ez Bockó István professzornak volt a vikendtelke, amit a főiskolának ajándékozott, és mi ezt nagy örömmel elfogadtuk, mert a Róna havas lábánál van. És a főiskola akkor pályázati úton úgy döntött, hogy pályázati úton ide egy terepgyakorlati kutatóintézeti és terepgyakorlati bázist hoz létre a főiskolai hallgatók számára. 40 főre alakítottuk ki ezt az új építményt. Azóta Buczko professzor meghalt, így Buczko Istvánról neveztük el, és a fő funkciója az lesz, hogy a biológia, a földrajz és a turizmus szakos hallgatók számára szolgáljon nyári terepgyakorlati helyül, illetve téli helyül is. Mindenki a maga módján kutathatja a terepet, ki a rónahavasok növényvilágát, ki az itteni földrajzi érdekességeket nézi meg, nem messze van a lumsori vízesés. Egyébként meg a turizmus hallgatósok megtanulhatják a hegyi túra vezetés alapjait. Emellett természetesen gondolkodunk abban is, hogy a Pedagógus Szövetség számára is felajánljuk, akik nyári táborozást szervezhetnek, sőt, amennyiben van igény rá, és valaki látja és megtetszik az ötlet és a gondolat, a Határtalanul program vendégeit is szívesen látjuk ezen a helyen.